Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 24-éig. A sarok kártyáknak mindig van egy nagyobb jelentősége. Különösen az első kártyának, és itt van a szerencse, a négy levelű lóhere. És ez a szerencse beköszönt az otthonodba. Ez a hajó utal a reményre is. Itt tisztázódik valami, erre utal a lilium. A következő sarokkártyán látható ez a kulcs, és szimbolizálja a magabiztonságodat. Itt megvan a fellépés a nyilvánosságon, és megkapod a dicséretet, az elismerést. Amit ez a kulcs még jelenthet, hogy itt kinyílik számodra egy új ajtó, egy új lehetőség. Szimbolizálja a nyitottságot is. De ezzel a kulcssal le tudsz zárni valamit. Néha szimbolizálja a zárkózottságot is. Mit fogsz lezárni? Erre utal a felhő. Volt valami az életedben, ami eddig átláthatatlan volt, de ez most befejeződik, hiszen úton vagy, és itt van a nap, kiderül a valóság. Átlátod a dolgokat. Ahol az egerek megjelennek, azok eltávolítanak valamit. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, az egerek felfalnak mindent, és akkor az nincs már ott. Az egerek felfalják a felhőt, tehát eltávolítják ezt a szituációt, ami eddig számodra átláthatatlan volt. A következő sarokkártyán látható ez a torony. Ez utalhat korlátozásokra. Itt van mellette a fa, ami utal egészségügyi témákra. Ez lehet ez a koronavírus, ez a téma. Itt vannak még hamisságok a háttérben, de ez elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt. Amit ez a torony még jelenthet, egy bírósági ügy, itt van felette a koporsó, az lehet egy örökösödési ügy, itt is vannak hamisságok a háttérben, de ez elmúlik, hiszen a kasza ezt elvágja. Persze, ez a bírósági ügy lehet egy vállás is, de akkor is legyetek itt óvatosak, erre utal a ravasz róka, mert az mindig olyan hamisságokat mutat ki. Amit ez a torony még jelenthet, hivatalos dolgokat, vagy azt, hogy vannak félelmeid, bizonytalan vagy, és fogva érzed magadat ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és keresel egy kiutat, egy lehetőséget. Itt vannak a hamisságok a háttérben, de mint mondtam, ez elmúlik, hiszen a kasza ezt elvágja, eltávolítja, és itt a gólyák utalnak már a változásokra. Itt lesznek új kapcsolatok, erre utal ez a gyűrű, vagy valaki visszatér hozzád. Ezek lehetnek külföldi kapcsolatok is, hiszen itt van a hajó, és utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra. Persze, ez az utazás lehet egy belső út és egy lelki út, ahol itt megvan a kapcsolat, és a sors utatok újra kereszteződik, és kiderül a valóság a nyilvánosságon. A következő sarokkártya itt, ez a koporsó. Ez lezár valamit, mint például lezárja ezeket a hamisságokat, és ez elmúlik. Amire ez a koporsó és ez a nagy medve még utalhat, hogy jelenleg fáradtnak, kimerültnek érzed magad.
vagy úgy gondolod, az események nem mennek tovább. De ez hamarosan elmúlik, hiszen itt vannak a változások. Én összefoglalom mindezt. A szerencse beköszönt hozzád. Itt vannak a külföldi kapcsolatok. Persze ez lehet egy ingatlan külföldön. Ez a ház utal családi kapcsolatokra is, és itt tisztázódik, rendeződik valami. Te ugyan még fáradt, kimerült vagy, de ez hamarosan elmúlik. Te érzed, hogy a háttérben van ez a hamisság, hazugságok, vagy valaki megpróbál becsapni téged. Ez még mindig van átláthatatlan, de ez elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják, a kasza lezárja ezeket a dolgokat, és itt lesznek új kapcsolatok és változások. Légy magabiztos, hiszen itt állsz a nyilvánosságon, megkapod a megbecsülést, az elismerést, fontos döntéseket fogsz hozni. Itt vannak kapcsolatok is, amikor a sors utak itt kereszteződnek. És a változás arra utal, hogy kiderül az igazság, tisztázódik valami. Itt lehet egy lelki kapcsolatról szó, vagy bizonyos utazásokról. Mindaz, ami téged korlátozott, betegített, mert a hamisság megjelent az életedben, ez most befejeződik, hiszen a koporsó lezárja ezeket a dolgokat, és a kasza segít ebben, hogy ez gyorsan működjön, és itt vannak a változások és a szép kapcsolatok. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!